Európa 6 éve tartó gazdasági növekedése idén is folytatódik, bár mérsékeltebb ütemben. Legalábbis ez áll az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzésében. A prognózista testület gazdasági és pénzügyi biztosa Pierre Moscovici ismertette Brüsszelben. Az Európai Unió gazdaságának tavaly tapasztalt gyengesége mindenkit meglepett, és mondhatom, nem volt kellemes meglepetés. Két fő tényező okozhatta, egyrészt a kereskedelem és a feldolgozóipar globális visszaesése, másrészt az egyes tagállamokat érintő ideiglenes belső megtorpanások, vélte az uniós biztos. Az előrejelzések szerint a globális bizonytalanságok továbbra is kedvezőtlenek. Az egyes tagországok eredménye azonban segíti az egész európai gazdaságot. Az unióban emiatt az idén 1,4%-os GDP bővüléssel számolnak. Európában ugyanakkor emeli a gazdasági kockázatot a megállapodás nélküli Brexit lehetősége, azaz a Nagy-Britannia kilépése körüli bizonytalanság.